Kedves nézőink, augusztus 9-én rendezték meg Oszlopon a 8. diófás főzőversenyt. A következőkben ide látogathatnak el velünk. A falunapok keretében vasárnap rendezték meg a 8. diófás főzőversenyt, ami Zsinórban a 8. évkihagyás nélkül. A mostani főzőversenyre hány csapat érkezett? Tulajdonképpen 24 főzőhely volt nevezve, de ezen a 24 főzőhelyen 100-120 fő alkotott összességében, 28 tűzhelyen, vagy ami sütőfőző alkalmasságon, és 36-40 féle étel közül válogathattunk a kínálatból. Az összes elkészített adagszám 420 adag, ami úgy tűnt, hogy nagyon is jó ízűen elfogyott a jelenlévők között. Ennek fejébe mi ki tudtunk osztani 24 érmet, 7 külön díjat, egy serleget, ezeknek mind az összértéke meghaladta a 225 ezer forintot, és az, hogy ehhez ilyen lehetőségünk volt, 33 magánszemély vállalkozás cég támogatta a rendezvényt, vagy ezt a főzőversenyt, és ez becsült érték, mivel nem belépős volt, egy olyan 450-500 fő érintett, vagy szólítottunk meg a mai napon. Azt hiszem nem rossz. A csapatok hány kategóriában indulhattak ezen a versenyen? Három kategória, ami már egy kicsit nálunk bevált szokás, ugye családom kedvenc tájételeink, és így kategorizálták magukat, de olyan sokszínűek voltak a kínálatok, annyiféle érdekes étel meg került az asztalra, hogy végül is ezt kevésbé ragaszkodtunk hozzá, meg főleg azért, hogy mennél több embert megfelelő módon jutalmazni tudjunk, ugye nem akartuk, hogy most egy kategóriába 15-en, a másikba 2-en sem. Úgyhogy ez most egy kicsit alkalmazkodtunk a valósághoz. És ugye ennek fejében több arany, ezüst és bronz minősítést osztottak ki. Gyakorlatilag minden induló valamilyen minősítéssel térhetett haza. Igen, ez sok rögeszmény közül ez is az egyik, hogy itt már régóta nincs olyan, hogy futottak még kategória. Két dolog miatt. Ugye főzőversenyt manapság nem nehéz találni bárhol, faluba, városba, mindenhol. Az én olvasatom szerint vannak közös főzések, és vannak főzőversenyek. Közös főzésre ez valamennyi ilyen rendezvényre lehet mondani. Jópofa családok, emberek sütnek, főznek, megeszik, hazamennek. Aztán, hogyha olyanjuk van, még osztogatnak egymásnak. A verseny az egy másik kategória. Tehát mi azért választottuk ezt, egyrészt szakmailag a stáb föl van készülve, hogy ezt el tudja hitelesen dönteni, hogy ki hova miért. Egy másik, hogy legyen egy kis tétje ennek a dolognak. Szóval ne a papa, mama mondja meg, hogy az unoka mit nyert, hanem külsős és gyakorló szakemberek, akik merik vállalni a felelősséget a döntés. Ott is azt gondolom, a nyeremény súlyát adja meg ez, hogy én megmertem mérettetni magamat egy ilyen delegáció előtt, és ez úgy tűnik, hogy jól működik. Hosszú évek óta vezeti a Lucullus fogadót, a számára volt-e mégis olyan étel, amivel itt találkozott a főzőversenyen, ami érdekes volt, kitűnt a többiek közül? Két dolog, mindig van valami más, de mintha megbeszélnék, persze nem beszélik meg, vannak irányok, van amikor az apró hús, szelet hús. Most például meglepő módon sok helyen föltűnt a nyúl, ami mind ételféleség. A másik, hogy különböző gyümölcsökhöz való hozzányúlás. Ez egy falun élünk. Ők falun élő emberek versenyeztek nagy részt. És gyakorlatilag számomra meglepő ötletekkel, különböző gyümölcskreációkkal, mármint ételek, és ha nem beszélve annak a kivitelezése.
Azt mondom, hogy hibátlanok voltak, és ez jól esett. Lesz esetleg olyan recept, amit a későbbiekben a Lucullus fogadó étlapján is majd megtalálhatunk? Ugye ez már olyan szakmai kérdés, hogy mondhatnám, hogy lesz, de lehetett volna is, mert azért alapjaiban nem rengettük meg a világot, mert a pörkölt az elég régóta azonos alapanyagokból készül, meg minden étel. Számomra nem az ételek összetevője az érdekes, hanem az arányok. Mert mindenki liszttel, rizssel, olajjal, zsírral főz. Itt csak az ételeket az különbözteti meg, hogy ön vagy mi, milyen arányba használunk. Tehát azért akkora nagy találmány nem volt, számomra legalábbis, de a bírálótársak részéről se, de ez így kerek. Ez a mostani diófás főzőverseny a sorban a 8. Ez is mutatja azt, hogy az idén 25 éves születésnapját ünneplő Lucullus fogadónak és az önkormányzatnak nagyon szoros baráti kapcsolatot sikerült eddig is ápolni. Igen, hát Szabó Péterrel a kapcsolat a Lucullus tulajdonosával nagyon régi keletű, hisz Péter Noszlop község díszpolgára. Nagyon sokat tett a falu érdekében, tesz a napjainkban is. Személy szerint én barátomnak tudhatom már évek óta. Tehát még nem voltam polgármesteri kapcsolat, akkor is nagyon jó volt közöttünk. Hogy veszi észre, mekkora híre ennek a diófás főzőversenynek, illetve ugye a másik nagy rendezvénynek, a kocsonya és tészta parádénak, ami szintén ugye elég nagy hírverést kap? Én úgy gondolom, hogy ez már a megyét túlnőtte, tehát országos hírű, hisz tesz rengeteget a Péter is ennek érdekében, illetve az önkormányzat is, hisz az elmúlt években erdélyi barátaink is rendszeresen résztvevői voltak a kocsonya parádénak, illetve a főzőversenynek, meg a kétpólyi testvéri település kapcsolat révén is, a kétpólyi csapat is. Hát most sajnálatos módon az idejében egyik őjük se tudott részt venni, de bízunk benne a jövőre nézve, hogy tovább tudjuk építeni, és tartós lesz velük is a kapcsolat. Összességében elégedett az idei noszlopi falunapokkal? Igen, én elégedett vagyok. Egyébként ez a csodálatos falu úgy gondolom, hogy megérdemli ezt a fajta programsort, hogy minél több embernek tudjunk örömet szerezni a hétvégéken, és ez a közösség, ez a falu közösség tesz is annak érdekében, hogy minden évben ilyen színvonalas, illetve mindig előbbre lépve még színvonalasabb rendezvénysorokat tudjunk szervezni. Lehet, hogy kiürült a noszlopi körzeti megbízott meghívására a Devecseri őrs. Maradt ott azért még valaki? Igen, maradt, tehát fönntartjuk a közbiztonságot, ugye erre irányult a kérdés. Igazából itt 6-an vettünk részt ebbe a dologba. Egy vaddisznó pörköltet főztünk, aminek a fantázia neve Pandúr pörkölt. Igazából vaddisznóból készült. Noszlopi területen lőtték természetesen vaddisznót. Ízesítettük őt noszlopi területen szedett vargányával. Tavalyi évben örlemény formájában került ez így tartósításra, idén pedig beletettük ebbe a nagyon jó pörköltbe, egy kis rókagombával is ízesítettük. Ezen kívül került még bele borókabogyó, illetve szállított vargánya, amit somlói juffark, ami ugye hungarikummá nyilvánítottak, ebben áztattuk föl, és ez került bele a pörköltbe. Ezen kívül igazából vizet meg csak annyit látott, hogy amennyi a szakács fejéből belecsöppent a pörköltbe, ugyanis sör hozzáadásával készült. Hányan és hogyan sikerült ezt a pörköltet megfőzni? Hát igazából 6-an vagyunk itt a Devecseri rendőrösről, igazából a párjaink is eljöttek, úgyhogy így közös erővel sikerült megfőzni ezt a nagyon finom pörköltet. Nem ijedtek meg a vetélytársak, amikor meglettek, hogy itt rendőrautóval is kivonult ez a csapat? Igazából nem. Tavaly évben is indultunk, sajnos az első helyet nem mi nyertük, hanem itt közvetlen a szomszédunk, úgyhogy inkább mi ijedtünk meg tőle, hogy a tavalyi legjobb lett a szomszédunk, de reméljük, hogy idén mi is sikereskedünk ebbe a dologba. Nem tartott a csapat attól, hogy most itt nagyon meleg van, ugye hőségriadó, és emellett még ugye bográcsban is kell főzni ezt a finomságot. Nem volt túlságosan meleg? Melegnek meleg volt, itt a diófák alatt viszont nagyon jó hűs volt, védőütellel felkészültünk, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat a főzőverseny alatt. A csapat neve egy nyelvtörő, hogyan választották ki a Mit Sütz Kis Szűcs nevet?
Úgy, hogy a kismenyemnek volt az ötlete, hogy ez legyen, mert akinek ízlik a mi ebédünk, vagyis a paprikás krumpling, az biztos ki tudja mondani a nevünket is. Milyen különleges hozzávalót tettek ebbe a paprikás krumpliba, hiszen gondolom a krumplin és a hagymán kívül azért más is került bele. Igen, a szívünket, lelkünket, ezt mind beletettük, a szeretetünket is. Kikből áll a csapat? A családból. Hogy érzik itt magukat ezen a diófás főzőversenyen? Nagyon jól érezzük magunkat, és nagyon örülünk, hogy eljöttünk és hogy beneveztünk. Először járnak itt? Igen, először vagyunk itt, és nem bántuk meg, hogy eljöttünk. Városi Fakanál forgatók érkeztek, de Noszlopról nincs ebben egy picikét ellentmondás, hogy Noszlop falu, végülis aztán városiak a Fakanál forgatók. Hogy is van ez? Hát igen, mivel városi a vezeték nevünk, tehát ezért lett így a család, vagy hát a csapat neve a Városi Fakanál forgatók, bár a gyerekeim városban élnek, tanulnak, de onnan szívesen jönnek haza és versenyeznek itt Noszlopon. Hányadszor jöttek el erre a főzőversenyre? Hát azt hiszem ez a 8., akkor 8. vagyunk itt. Tehát már a kezdetektől? Igen, akkor nem családilag, hanem egyéb csapattal, de igazán már 8. versenyzünk. Mi az, ami évről évre mindig visszahozta önöket ide? A jó hangulat, a családias légkör, a jó beszélgetések, a nyugalmas leülések, pihenések, úgyhogy ez így együtt. Hány tagból áll a csapat? Hát a család, mindenki a párjával, 3 gyermekem van, mindegyik a párjával, és én vagyok a plusz 1. Hogyan alakult végül is az étlap, hogy dőlt el, hogy mik készülnek itt el ma? Hát úgy egyébként az ötlet az onnan jött, hogy mi Kapolcsra járunk le a művészetek vagy, és akkor ott volt egy nagyon jó kis lepény, amiből kiindult az egész beszélgetés, és úgy akkor úgy indult el a menüsor. Én Gyöngyinének volt az ötlete, hogy akkor ezt valósítsuk meg itt, és akkor hát ezt egy kicsit így túlgondoltuk, és ebből lett végül is a menü. Lett egy nagyon jó kis leves másnaposság ellen, ez lett a macskajajlé, egy ilyen korhelyszerű leves, lett egy lángos, ami töltve lett mindenféle jóval, és hát végül is egy kutyaharapás dinnyével nevű desszert mondhatni, ami végül is dinnye pálinkába áztatva. Hogy ízlett a zsűrinek? Én úgy gondolom, hogy szerintem elég jól remekelt, hát majd meglátjuk a pontokból, hogy ez valóban így volt-e. Szerintem ízlett nekik, mert volt egy-két olyan megjegyzés, hogy azért ebből megennének egy egész tányért is, úgyhogy szerintem jó lesz. Mi sült főtt itt ezen a mostani főzőversenyen? Hát ugye meg kellett adni egy fantázia nevet, ami a csapat neve, meg az étel neve. A csapat neve lett az Álszakácsok, ugye most már több éve ez van, az Álszakácsok, és ugye az étel neve pedig tarlótűzön pirított pernyi és szarvashús kukoricabálán. Ugye az olyan, hogy megpirítottuk a szarvashúst, és akkor lefettük, bepernyéztük ugye tárkonnyal, tejföllel, fokhagymával, és ugye úgy tálaltuk. Megcsináltuk a polentát, a kukoricakását, lefagyasztottuk a hűtőládákba, vagy a hűtőtáskákba, és kivágtuk belőle a bála kockát, és ugye megpirítottuk még zsíron, és ahhoz tálaltuk fel a húst, úgy vittük ki a tálalás, csárgalépa, tárkony, és ugye paprikán ilyen sárgalépa reszeléket tettünk, ami úgy nézett ki, mint a tűz. A készítés során mi az, amire oda kellett figyelniük? Hát az, hogy ugye a polenta ne égjen le, és a hús sem égjen. Ugye arra kell nagyon figyelni az ilyen kerti partinál, vagy nem tudom, hogy mondjuk ez a grillezésnél, hogy ne égjen oda, mert ugye itt minden, a tűz, a légár, minden szabályozza a sütést, főzést. De akkor összesen jól sikerült. Igen. Én szerintem, én meg vagyok elégedve, nem nagy képviségű mondom, de most nagyon jó volt ez ugye az időjárás hozzá, nyár van, tökéletes. Az, hogy ki milyen minősítést vihetett haza, a zsűri döntötte el, a zsűri kikből állt? Ugye iskolai igazgatónk, a városi úr, polgármester úr, Felső Sándor, ugye a Könyvné Dózsa Erzsébet mesterszakács, ugye ex-konyhafőnökünk, Farkas Zoltán mesterszakács, jelenlegi konyhafőnökünk, mármint a fogadóba, és ugye mi ketten ezen kívül
mind gasztromúmiák ebbe a korba már. Ugye a Kalla Kálmán barátom, akivel már azért jó sok évet eltöltöttünk a fazekak között, meg hát én személyem tulajdonképp mi vittük az irányvonalat, de megmondom, hogy szinte meglepő, amikor ugye összesítjük a pontokat, hogy 5-10 ponton belül, 100 a maximum pontszám, 5-10 ponton belül pontozott mindenki. Tehát nem volt ilyen, hogy most valaki 50, másik 100. Egy darab nem volt. Ez azért valamit jelent, hogy valahol egyről beszélünk. És talán azt is jelenti, hogy összeszokott a társaság, hiszen egy picikét, hogyha beszélünk a Lukullus fogadóról, az idei évben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, és gondolom, hogy többször megfordultak már a zsűri tagjai is a fogadóban. Hát ez egyértelműen. Ez ma se igaz, hogy valamit kitalálunk, csettintünk, aztán működik. Sőt, még valamelyik nap ezzel kapcsolatban beszélgettünk, más települések is kérték ezt a, hát mondjuk stílusú versenyszervezésnek a leírását, ugye, hogy itt meg kell teríteni, és igenis meg kell, és nem vagyunk hajlandók mi a bográcsból leenni a fehér ingünket. Úgyhogy végső soron ennek kapcsán derült ez ki, hogy amikor elkezdtük 8 évvel ezelőtt, én akkor már ragaszkodtam hozzá, hogy igenis, kevés az, ha főz, mert a főzés az ételről szól. A teríték meg az emberről. És hazudnék, ha azt mondanám, hogy mindenki hújrázott. Ugye falubeliekkel beszéltük ezt. Persze akkor nem vallották be, de érzette az ember, hogy hát megvan a véleményük az ötletemről, de ma már ez itt elképzelhetetlen lenne nekünk. Tehát eljutottunk idáig, hát ugye beleérett a virálók is, hiszen hát egy része szakmán kívüli, de hát ragyogóan működik, most már úgy érzem. Jövőre? Hát természetes, mindig úgy készülünk, és nem hisszük el, vagy illetve hát én azok közé tartozom, akik azt vallják, hogy ha most elvégeztél valamit, akkor nagyszerű, leülünk, és akkor mi nem, meg semmi. Én a közé tartozom, akik azt vallják, hogy minden szebbnél holnap lesz egy még szebb, és minden jobbnál lesz holnap egy még jobb. A Lukullus serlege, amit nem másnak ítélt oda a zsűri, vagy a bíráló, mint a városi fakanál forgazóknak.